Ehhez hozzászólnék mindenképpen. Sifris Zoltán, kedves Zoli, amit elmondtál, azzal teljes mértékben egyetértek a népkörrel kapcsolatban, hiszen azt mondtad, hogy amikor a politika megpróbál közbelépni. Hát itt pont ez történt. A politika azt szerette volna, hogy a népkörben megoldódjanak azok a gondok, amelyek pár év óta húzódnak, sok év óta húzódnak. És az abból a rendszerből, amely a szakképzés évében az iskola támogatások és a tankonyhák kialakítását irányozza elő, ebbe a rendszerbe, annak ellenére, hogy ez a rendszer nem ismerte ezt a fogalmat, mi pontosan ismerve azt a lehetőséget, esélyt a népkörben akartuk ezt létrehozni és megvalósítani. És abban a pillanatban, amikor az a helyzet állt elő, hogy ott egy olyan jelenség jelent meg, ahova a gyerekeket már, mint tankonyhába nem tudtuk volna odavinni, tehát nem tudtuk volna megjeleníteni, akkor nem elsősorban a döntés itt született, hanem az az utasítás jelent meg a támogató részéről is, és itt is az fogalmazódott meg, hogy csak iskola jöhet számításba. Tehát a szándék megvolt, megpróbáltuk. Emlékezzünk vissza azokra az időszakokra, 3 alkalommal én személyesen is ott jártam, körbejártuk a terepet. A legnagyobb támogatást megpróbáltuk volna azzal, hogy a szakiskolát bevontuk volna, hogy a kettő együtt működve, tehát valamilyen módon ezt megoldjuk. A körülmények ezt ellehetetlenítették, és pontosan a politika lehetetlenítette el, és nem az a politika, amelyik ezt a szándékot meg akarta valósítani a népkör. De ez pontosan így volt, és én sajnálom legjobban, hogy ez nem úgy alakulhatott. Jövőben ilyen kockázatba nem is tudunk belemenni, hála Istennek, a magyar állam támogatásának köszönhetően folytatódik a szakképzésével. Kizárólag az iskolák, a kedvezményezettek, a szakképzést fejlesztő iskolák, ahogyan a beszámolóban hallották, 13 iskolát már az idei év első felében tudunk támogatni, és folytatásképpen pedig szinte nem marad olyan szakközépiskola, 4-5, ahol minimális a magyar gyerekek száma, hogy valamilyen tanműhelyjel, tanfölszereléssel egyébben ne tudnánk segíteni. Ez egy nagy lehetőség volt, ezzel teljes mértékben egyetértek. Abban a pillanatban, amikor ott az a politikai manifesztálódás megjelent, azt már tovább tankonyhává nem lehetett nevezni. Köszönöm szépen.